Egyre felkapottabb a napjegyes horgászat Tolna megyében. A területjegyek értékesítési száma azonban nagyban függ az időjárástól is, hiszen szeles és esős napokon kevesebben merészkednek ki a vízpartra. Közkedvelt helyé vált a Szálkai víztározó, ahol az elmúlt időszakban haltelepítés zajlott. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, a jegyek és a halak kirósára emelkedett az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportág. Az idei volt az első év, amikor a teljes állami horgászjegy mennyisége a rendelkezésünkre állt. Ugye ez a horgászok kiszolgálása szempontjából egy pozitív előrelépés volt. Ugyanis a horgász, amikor úgy szerette, vagy azt tervezte, hogy most akkor elmegyek állami horgászokmány területi egyet vásárolni, akkor volt lehetősége, és meg tudta venni. Az idejében egy nagy haláremelkedés történt, ugye a tavaly őszi 850 forint plusz áfás piaci pontjár, az idei tavaszra 1001, majd a mai napra 1200 forint plusz áfa összegbe kerül. Emellett az áremelkedés mellett még az is problémát okoz, hogy a tavalyi évnek az időjárási viszontagságai miatt nem sikerült haltermelőnek akkora mennyiséget megtermelniük, mint amit a piac elbírna, vagy amit igényelne. Ez alapján konkrétan mi is, a Megyei Horgász Szövetség is a tervezett tavaszi telepítési hal mennyiségnek csak egy részét tudtuk megvalósítani. Terveink szerint a két nyaras pontból terveznek a nyár folyamán június végére, július elejére olyan mennyiséget és méretet előállítani a haltermelők, amit már piaci pontként ki fogunk tudni helyezni a vízterületekbe. A fél éves jegyrendszer nagy előnye, hogy a horgász nincs elkötelezve semmi mellett. Ha fél év után is kedvező az időjárás és megfelelőnek találja a telepített halmennyiséget, ráér csak akkor kiváltani a következő időszak engedélyét. Az utóbbi években a Szálkai víztározóba a telepített hal mennyiségen látszik, hogy a horgászok által ismét egyre kedveltebb vízterület lett. Ugye ez hozzáadódik az is, hogy a halőrzésen is sikerült egy igen komoly szintet lépnünk. Ugye a rendőrségi szervekkel, a hatósággal, az állami halőri szolgálattal nagyon-nagyon jó kapcsolatunk, és velük közösen tevékenykedve komoly előrelépéseket értünk el a halőrzés terén, ami ugye a Szálkai víztározón is látszik, ugyanis egyre több horgász kedvelte meg. Több horgásztársunk is tudja, főleg aki évek óta kesőjüsi holcsióra jár, hogy sajnos az utóbbi években ott problémát jelent a békalencse. Most az idejében talán annyira szerencsés helyzetben vagyunk, bár ne kiabáljuk el, és azért még sok vissza van a nyárból, hogy ahhoz képest, hogy tavaly előtt ebben az időszakban már összefüggő békalencse borította a vizet, jelenleg minimálisan a kicsit a szélében látható, hogy valamennyi feljött. Bízunk benne, hogy ez az idejében nem fog problémát okozni, illetve a Szálkai víztározón küzdünk éppen a hinárral, ami az a 30-40 centi, ami hiányzik a vízterületben, ugye hamarabb melegedett a víz. Ez a hinárnak kedvezett, most éppen azon tevékenykedünk, hogy miként tudjuk azt onnan kivenni. Tehát két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy bélünk egy hinárvágó gépet, és azzal kiszedjük, amit tudunk, csak ugye ők se tudnak teljesen a tó aljára lemenni és teljesen felszakítani, hanem tulajdonképpen egy házilag gyártott borona eszközzel próbáljuk megoldani a dolgot, amit csónakkal magunk után húzva elvileg nagy részét fel tudja majd szaggatni, illetve mi, hogy kicsit felzavarja a vizet, ugye az a hinának nem teszi ott, és ez alapján bízunk benne, hogy valamennyire megoldja a problémánkat. Az utánpótlás nevelésben nagy kihívást okoz, hogy a serdülő korosztály nem mutat kellő érdeklődést a sportág iránt. A Megyei Szövetség vizeit nagyjából úgy gondolom mindenki ismeri, a halfauna igen változatos, de hogyha nézzük egyesületi vizeket is, azért azt tapasztaljuk, mint Megyei Szövetség, hogy egyre halassabbak, egyre közkedveltebbek a horgászok között, és a horgászok nagy részén az is látszik, hogy nem feltétlenül ragaszkodnak egy vízterülethez, hanem szeretnek újat kipróbálni, így igen sok helyre látogatnak a megyén belül. Az utóbbi időben látunk, és némileg problémát is okoz, hogy az utánpótlás neveléssel rettenetesen küzdünk. Tehát az ami több sportágban is megtalálható, hogy ez a 12-14 éves korukig a gyerekekkel úgy, ahogy lehet foglalkozni, majd utána, amikor jön a serdülőkor, akkor kicsit a hölgyek, vagy a hölgyek részére a fiúk, illetve az informatika világa lép előtérbe, akkor van egy szakadás, és tulajdonképpen ilyen 18-20 éves korukba térnek vissza újra a horgászathoz,
illetve amit látunk az utóbbi időben, ez az úszószakág igencsak kezd háttérbe szorulni, egyre inkább a féderhorgászat irányában mennek el a horgászok. Ugye ennek megfelelően hosszú elők és metódféder megyei bajnokságot is szervezünk. Tavalyi év volt az első év, nagyon sikeres volt, idén folytatjuk, ez a freestyleres csapatbajnokság, ahol ugye három fő, és akkor hosszú elők és metódféder módszer bármelyik játszhat, a lényeg ki tud több halat fogni. Emellett a veterán bajnokságunk, utánpótlás bajnokság, úszós egyéni, úszós csapatbajnokság, tehát lehetne sorolni, rengetegféle verseny van. Én azt gondolom, hogy aki egy kicsit is érez magában, az igenis látogasson el, jöjjön el, és nagyon jó hangulatban zajlanak a versenyek, én azt gondolom, hogy mindenki jól érezné magát. Fontos szem előtt tartani, hogy a hal is egy élő lény, és meg kell tanulni bánni vele. Ahogy az élővilágra, úgy a környezetre is figyelni kell. Senki ne hagyja szemetét a vízparton vagy annak közelében.